Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastje Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Csak még egy kérdés a Kalambó podcast 13. része a Parallax és Retroverzumban. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Egy Shakespeare darabokat előadó színész pár a legfőbb mecénásukat. A Kalambó a Panoptikumban című részben címszereplőnk Londonba utazik, hogy a Scotland nyomozási technikáit tanulmányozza, látogatása alatt pedig csatlakozik egy ügy felderítéséhez. Az epizód kivezélésében ismét köszöntöm állandó társaimat, elsőként Kubatovics Áron, szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! És akkor meg is érkeztünk a második évad negyedik részéhez, olyan, amit mondtál, hogy a Kalambó a panoptikumban a címe. Az eredeti címe a Dagger of the Mind, nem tudom, hogy majd Áron ennek utána nézette, vagy bármi, próbáltam megfejteni, hogy mit akarhattak ezzel, mert ugye ez a deger, az a tőr akar elvileg lenni, és hát ugye ebben a bizonyos Shakespeare jelenetben egy tőr az fontos szerepet kap, bár a gyilkossághoz semmi köze. Na mindegy, ennek majd talán később neki Ez megint? nem a Magbetre utal, nem mondan egy idézet vagy kifejezés? Én lehet, azért mondom, hogy van lehet. Kiállítjuk csak... így mindhármunk szegénységi bizonyítványát, Magbet és Shakespeare ügyileg, azt hiszem. Igen, ez egy létező Shakespeare dráma egyébként, legalább ennyit azért tudunk. De. A -a, vagy annyit azért hozzáteszem, igen, én sem tudom pontosan, de ez valami kifejezés arra, tehát valami benyomásra vagy, vagy vízióra utal, ami elsőre olyan, mint ami nem valós. Tehát körülbelül ez e erre utal, és ez valami a macbeth belüli utalás. Jó, hát akkor, akkor játszottak a, abszolút a címadásnál. Mi nem, nálunk magyaroknál nem játszottunk, mi beraktuk szegény kalambót a panoptikumba, végül is a vége ott történik. Amerikában 1972. november 26-án jelent meg, mi kis hazánkban első szinkron nem készült hozzá, ehhez sem csak második, ami 1996. február 7-én látott napvilágot, ami a szokásos Welcome kiadó videóvok szinkron, tehát most nincsen első verzió, úgyhogy kicsit nézzük is át a színészeket, hangokat, aztán majd Áron úgy is kiegészíti szerintem. A főszereplőnk Nikolás Frame, Frame, ugye színész, férj, és egyben gyilkos is, az ő hangja Gera Zoltán, és őt alakítja Richard Basehart, Róla én csak annyit szeretnék elmondani, ami számunkra főleg Ádámnak érdekes, hogy ő a narrátor a Knight Rider-ben. Tényleg? Jó, hogy felkapta a fejét, kedves hallgatók, ezt látták volna. Tehát ő, a, ő a narrátor a Knight Rider sorozatban, ő mondja el az eredeti sorozatban, hogy Knight Rider, és hogy elmondja ezt a rövid kis történetet, amit ugye elmond. Ez tök jó, mert amúgy nekem nagyon unszimpatikus ez a színész, majd beszélünk róla úgy is részletesen, és most ez egy tök jó érzés, hogy végül is... Most akkor ugye szívembe zártam, igen, szívembe zártam most már. Jó, de a, ugye a, itt arról van szó, hogy a Knight Riderben Rider is magyarul szinkronizálják, tehát hogy a narrátor az egy magyar hang, és egyáltalán nem jelenik meg a Knight Riderben. Elmondom szíves. neked, hogy konkrétan ő nem hangzik el a magyar változatban, nincsen benne, tehát őt hát ő... nem halljuk, ez csak egy érdekesség. Ez csak egy hogy... érdekesség, igen. Van csillaga viszont, van hollywoodi csillaga ahhoz képest, hogy mondjuk nagyobb díjakat vagy ilyeneket nem nyert el, de rengeteg mindenben szerepelt és itt hat hívjam fel a figyelmet arra, ami a am, am, amin átsiklottál, de mintha egy picit megmozgattad volna a szemedet közben, miközben mondtad, úgy hívják a karakterét, hogy Nick Frame, ugye? Nick Frame. Nicolas frame. Nicolas igen. Frame. A frame, hogy framing angolul az hogy azt jelenti, hogy valaki törbecsalni, vagy, vagy, vagy igen ez volt már egy cím is egyszer, ez a suitable for framing. Így van, és magyarul is használják ezt a keretezés, így szokták ezt hívni, de nem, magyarul nem azt jelenti, hogy valaki törbecsalnak, és, és, és átvernek, és ő, ő rá kenik mondjuk a a, a bűnesetet, hanem magyarul azt jelenti a keretezés, hogy átkeretezni egy adott eseményt valami más tehát az nem lopás volt, hanem te csak kölcsön vetted a, a kiflit a boltban, tehát ez jelenti az átkeretezés. Mielőtt nagyon mélyen nem megyünk ebbe, azért azt muszáj akkor ebben a pillanatban megjegyeznem, hogy attól függetlenül, hogy ez a rész olyan volt, amilyen, amit majd részletesen kifejtünk, de ja, ez nem biztos. azért átjött az a, az angolsága, a humornak ez a... Még a magyar változatban nem is nagyon, én direkt úgy néztem meg, hogy az angol feliratot rajta hagytam, hogy lássam, hogy mi az eredeti szöveg, és azért látszott, hogy bár egy-két egy poén ült, ült magyarul, és áthozták, de azért egy-két benne maradt, de akkor fussunk végig először akkor a szereplőkön. Jó, és akkor ugye... Illetve a magyar hangjaikon. Nikolász Frémát, azt mondja, így össze-vissza, mert ugye biztos, hogy kiegészítjük a szereplőket is. ugye. Az ő felesége Lilian Stanhope, aki szintén színész, és így majd, majd, hogy nem egy díva, ugye ő is a gyilkos tettestárs, Az ő hangja Kovács Nóra, nekem nagyon kedvenc, egyik kedvenc hangom. És a színész, aki alakítja Lilient, azt úgy hívják, hogy Honor Blackman. Én róla csak annyi információt szedtem össze, nem tudom, hogy Áronnak van-e róla bármi, hogy rengeteg szerepe volt pályafutása során. Nem tudom, hogy áron gyűjtöttél róla bármi érdekeset. Igen, szándékosan kerestem nála, mert én nekem valahogy ő megvolt, vagy legalábbis hallottam róla már. Ő egy nagyon-nagyon híres angol színésznő, ő nem amerikai angol színésznő, és csak egy érdekességet hat hozzak idő, Politikailag elég aktív volt mindig is, főleg az időskorában szállt az angol politikai rendszer és választási rendszernek a meg megváltoztatásáért, tehát egy csomó mindenbe beleártotta magát. Többek között nyíltan beszólt Sean connery ugyanis ö, ö, nehezményezte az, de hogy, hogy cikkekben, meg interjúkban, hogy ö, hogy van az, hogy Sean Connery kapott ö, mindenféle kitütéseket ugye szőrré vált, tehát az angol királynő is lovaggá ütötte, és egyébként már több évtizede ö, nem adózik otthonra és hogy ő ezt politikailag ezt nagyon-nagyon gázosnak tartotta. Ha már szőrözöl, akkor megyünk tovább. Az áldozatunkat hívják Sir Roger Heversemnek, aki egy producer, vagy producer szerűség, egy magányos producer, aki már visszavonult, az ő hangját Bush adja, és a színész, aki alakítja, John Williams, aki nekem egy, egy, egy nagyon kedvenc filmemben, 1957-es, a Vát című Agatha Christie regény alapján készült filmben alakítja Brogan Moore ügyvédet. Ez valószínűleg sokaknak nem mond semmit. Én gyerekkoromban, ez egy fekete-fehér film, én gyerekkoromban ezt rengetegszer láttam, és amikor megláttam, hogy ő szerepelt benne, és Brogan Moore-t ő alakította nekem, ez egy, ez egy, 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 plusz pont volt. Tehát én róla egyedül ezt össze. Mert nekem Akkor nem ezt... gondoltad, hogy a zeneszerző John Williams. Nem, nem gondoltam. Most te mondtad, Áron, hogy, hogy ugye a lilian is, hogy angol színésznő. Na most azt megjegyezném, hogy az összes londoni szereplő, tehát az összes szereplő, aki Londonban van, mindenki angol. Tehát egyedül ebben a részben csak Calambo volt egyetlen, úgymond amerikai. Az összes többi színész Angliában született, vagy Skóci Egyesült Királyságban, Skóciában. Hiszen a rész Angliába forgott. Tehát. Londonban egyenesen, igen. Én itt, erős, én itt erősen ingatom a fejemet. Akkor uh, még beszéljünk William Darkról, a főfelügyelőről, aki gyakorlatilag vendégül látja majd Kalambót, ő Pap János adja a hangját, és a színész pedig úgy tják, hogy Bernard Fox, és ő még lesz majd egy Kalambó részben. Illetve a lakály, tenőr névre hallgat, Őt Makai Sándor szinkronizálja, szerintem Makai Sándor eszméletlenül lubickoal ezekben a szerepekben nagyon jól csinálja. És a színész, akit alakított a Wilfried Hyde White, le se tagadhatná, hogy angol, vagy valami hasonló, és ő is fog még egy kalambó részben szerepelni. És tehát ott is komornyikat fog játszani. Igen, tehát, hogy, hogy ezek nagyon bejönnek. Beregi Péter, Dobránszki Zoltán, Kránysz, Lajos és Juhász György is szinkronizált ebben a részben, és akkor most nem tudom, hogy Áron, van-e még bármi? Van Áron Bólogat, úgyhogy Áronnak akkor. <laughs> Hölgyénk és urunk, Áron Bólogat? Szóval, hogy a, a, a Butler-t játszó, tehát a Komornikot játszó Wilfried Hyde-White, ő, ő is angol színész, ahogy mondtad, és az az érdekes, hogy ő, hiába forgott idézőjelbe Angliában ez a rész, ő nem ment forgatni Angliába, mert hogy ő pont adó elkerülés miatt nem mert visszamenni Angliába. és is ebben a részben hallok. <coughs> Úgyhogy az ő jeleneteit is Kaliforniában vették föl, miközben ő, ő egy, egy nagyon híres angol színész, csak hát áttette a székhelyét Amerikába róla. Egyébként azt érdemes még tudni, hogy kétszeres Tony Díjas, tehát hogy Broadway-en is többször nagy sikerrel föllépett, rengeteg-rengeteg szerep van mögötte, és többek között játszott Marilyn Monroe-val, Laurence Olivier-vel, és elképesztő nagy sztárokkal játszott együtt a karrierje során. Kettőt hadd emeljek ki, nyilván ez tök önkényes, két science fiction emelek ki természetesen. Egyrészt a Battlestar Galactica eredeti verziójában benne volt, később meg a Buck Rogers nevű vagy című skifiben is szerepelt. Na, szóval igen, megint igazából szárparádék úgy, hogy mi nem ismerjük őket, de ezek tényleg nagy színészek. Ez egy nagyon hosszú rész volt, ez egy 1 óra 36 perces rész volt, és én egy kicsit indokolatlanul hosszúnak éreztem, de erről majd beszélünk. Nagyon fura volt a hangulata ennek a résznek. És mondom, és amit nem értek, hogy miért volt ilyen hosszú. Tehát nem az volt, hogy ugye a szokásos kalámból az ugye az egy, egy óra amit 10-12 perces rész kellett kitölteni, mert nem volt mivel, hanem, hanem ezt indokolatlanul megnyújtották. Tehát ha nem tették volna be ezt a sok fillet, akkor szerintem kaptunk volna egy, egy, egy úgymond klasszikus normál kalambó hosszúságú részt. Nem tudom, hogy ez mi indokolta, hogy ennyire hosszúra nyújtsák. A britek fizettek azért, hogy oda menjen a kalambó forgatni? Volt vagy... benne mondjuk bőven látványosság? El tudom azt képzelni, hogy Nagy-Britannia, vagy az akár az ottani turisztikai ügynökség, vagy maga a BBC, szóval hogy valaki azért fizetett a stábnak, én nem találtam erről információt, lehet, hogy ez soha nem fog kiderülni, de ez eléggé valós színűnek tűnik, mert az egész részben visszavisszatérően látjuk a londoni nevezetességeket. A big band, ott valami is valami poén, a megáll és a kalambó fotózza, a nem tudom, elvonuló skót felvonulókat, vagy tudjátok ezeket a katonákat, meg szóval... a Buckingham Becking palotánál őrségváltás volt. Az, az is volt, igen, szó, hogy ezeket így rendre visszatérően látjuk, de akkor itt hadd jegyezzem meg, hogy igazából összesen két dolog forgott Angliában. Ezek a jelenetek, ahol a Kalambó kiszáll az autóba és fotóz valamit, feltűnően más kamera valóban, és ezek szerint, ez nekem teljesen újdonság, ezek szerint a fényelés az még nem állt olyan színvonalon a 70-es években, hogy összehozzák a különféle kamerákkal készített ö, felvételeket, hogy valamennyire egységes színvonalon legyen. És az összesen egy másik jelenet az, amikor Kalambó elmegy egy ilyen egy klubba, vagy klubba, egy férfi klubba, ahol a nők nem is tehetik be a lábukat, az forgott még egyedül ott. Ebből én egyébként azt valószínűsítem, meg akár a komornyikotyász a színész esetéből is, hogy senki nem ment vele Kalambóval, csak a, ez, a, ez a főfelügyelő, tehát a, a Scotland járt főfelügyelője, aki egyébként hozta, vitt, ő volt egyedül, aki még, aki még, ott forgott az amerikai stábbal, de hát minden más Kaliforniában vettek föl, tehát utána a band, az összes benti jelenethez neki kellett Angliából átutazni a Kaliforniába. A, kastélyokban forgott jelentektől kezdve mindent bent, bent oldottak meg. És ha már itt tartunk, igen, sok filler volt, én nekem még ipek belefér, de én is érzem azt, hogy mondjuk hétszer visszamenni a kastélyba. Rengetegszer mentünk a, Tehát a, a, film dramaturgiájában, hogy visszamegyünk megint, és a Kalambó megint ott valamit csinál, meg visszamegyünk, mert a, a két tettesünk ott csinál valamit, meg aztán visszamegyünk, mert kinyírják a komornyikot is. Tehát, hogy kicsit sokszor ment vissza, és a ritmus egy kicsit furává változott. Nekem az jutott eszembe, mikor megölték a komornyikot, hogy vajon most mi lesz azokkal a helyekkel, ahol mind ő volt a komornyik? Mert hogy amerre mentünk, ez a csávó mindenhol felbukkant, és mindenhol komornyik koskodott. Ja, mert, hogy, mert ott volt a, igen, majdnem minden jelenetben ott volt aztán végül. Tehát foglaljuk azért össze, hogy, hogy miről szól ez, tehát hogy mi, mi, gyakorlatilag miért történt ez a gyilkosság, hogy ne, ez pár mondatban hogy ez a Nikolász Frém és a feleség, ez a Lillian Stanhope színész házas pár erre a megbet, vagy meg ahogy, ahogy a szinkronban mondták című darabra készül lelkesen, és ő azt gondolják, hogy ezzel majd megváltják a világot. És ez a Sir Roger Hever sem, ez a bizonyos producer, aki ezt az egészet finanszírozza, de ez a házas pár biztosra akar menni és hát kitalálják, hogy Lilian finoman fölörtölget, illetve kikel Rogerrel, közelebbi kapcsolatot ápolva vele, és ezzel is biztosítva, hogy meg lesz a finanszírozás, csak hát az öreget nem etették fejre, illetve hát majd később megtudjuk, hogy a komornyik... Köszönöm azt hogy később fejre ejtik. Ja, ja jó, yeah. Szóval az a bizonyos mindenhol ott lévő komornyik segítségével is ugye megtudja, hogy őt bizonyít palira veszik, és az egész ez egy, nem egy titkos románc, hanem a férj is nem csak hogy tud róla, hanem egyenesen együtt találták ki. És a főpróba, a premier előtti főpróba estején ő titokban beoson ebbe a színházba, ugye a nő öltözőjébe, és ott kérdőre vonja, hogy hát ti engem átvertetek, és Bocs, ő, én szerintem az amúgy nem a, az szerintem amúgy elfordítás, az nem a premier előtti főpróbát látjuk. Oly, oly, olyannyira a főpróbát látjuk, hogy én azt írtam föl magamnak, hogy minden olyan iszonyúan gyorsan történt, mert az egészet lezavarják másfél nap alatt ezt a, ezt a 90 perces epizódot, mert hogy van a főpróba, utána másnap a premier közben meghal, és harmadnapra már az Bocs, nem a lehet a főpróba, mert... nincs díszlet. Hát most ez ne, a nekem ez A főpróbán fő van díszlet. Ó, értem én, de mégis, mégis másnap már a bemutató van. Szóval ezen a nem fő próba szerű valami estéjén, ő szépen diszkréten csöndesen bemegy a nő öltözőjébe és kérdőre vonja, közli vele, hogy hát tudok, tudok erről a nagy titokról, úgyhogy én bizony többet nem, hogy nem támogatlak benneteket, sem a megbet előadást, hanem teszek róla, hogy te és a féled a büdös életben sehol ne tudjatok Angliába színpadra lépni. És aztán közben ugye megjelenik a férj is, ezt ő is hallja, és végül is egy dulakodás közben elszakadt ugye a lánc, meg mit tudom én, ezek majd később fontos dolgok, és akkor a nő e, valamiféle nem tudom pontosan mi volt az. Az, az, az jéggé fagyott tejfölös doboz, vagy valami ilyesmi lehetett az. Vagy, vagy, vagy jégkrény. Kedves hallgatóink, nem fogjátok elhinni, megdobja a csávót. A dobás erejétől az éppen őt, hát így dula, vele dulakodó másik gyilkos szereplőnket, hogy hívják őket? Nick, nem tudom, Nick Frame. Nick, a Nikolász, ja igen a Frame, a Mr. Frame, éppen ott dulakodik vele, amikor a nő eldobja a jégéfagyott tejfölét, akkor ettől, ettől, valami olyan anomália és előhatás történik, hogy a Nik az így el, hogy mondják el, segítsetek így el. Hatás ellen hatás. Ellöködik az ajtóhoz. Ellöködik az ajtóhoz, nem, nem értettem, hogy mit történik. mi történik, miért el. Borzasztó volt. Tehát csak össze, azt láttuk, hogy, azt Nagyon láttuk, hogy a, az áldozat a, áldozat a falhoz van szorítva, vele szemben a nőnek háttal a férj, a nő felemeli a csészét, azt mondja, hogy jaj, ne, eldobja a csészét, következő pillanat Nikolász a gyilkos férj az ajtóhoz vágódik, és a következő pillanatban már pedig az áldozatunk a földön fekve meg van halva. Tehát ennyit láttunk, nem láttunk semmit, csak hogy hol meg senkit tejfölel, vagy csészével, vagy bármivel, mert... Te teszem hozzá, hogy tehát a Lillian Stanhope szereplő Nagyon dühös olyan... volt. Na, nem, nem, csak nagyon dühös, hanem az ő cél, a dobási képességét nem szabad elengedni, mert már a, amikor kezdődik a sorozat, már akkor azt a bizonyos koronát az egyik próbán, úgy odavágja a rendezőhöz, és ő olyan gyönyörűen szépen kivédi, tehát a, de nem csodálkozom, hogy ezzel a, legyen ez csésze, vagy fagyott tejfő, vagy bármi, ő halálos ütést mér bárkire, akár csak azzal, hogy elsuhan mellette. Szóval ezért meg kell, hogy halljon szerencsétlen, bár nem akarták megölni, de azért sikerült, és a holtestet egy a nő öltözébe lévő nagy ládába rejtik, és majd terveik szerint később kicsempészik onnan. Ki is csempészték, tehát hogy elég jó erőben vannak, tehát itt egy, egy ötvenes színésznő... Hát és pattintották a kocsi csomagtartójára. Ötvenes színész, meg egy ötvenes színész csávó, a 100 kilós, két méter magas producer, hogy lordot, betuszkolják egy óriási nagy ilyen utazó ez, 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 egy, ez, utazóláda volt, majd fölrakják a sportkocsi hátuljáról, a fölszíjazzák, utána a kastélyban leiszedik onnan, fölcipelik ketten a, a tudom, bejárati holba, ahol így elhelyezik a testét a, a lépcső szóval ezek jó és erőben úgy áron, hogy, hogy a színházból, az öltözőből úgy viszik ki, hogy csak, toszigálják a Csak akar, toszigálják, igen. Nehéz, tehát ott, amit mi látunk, ott, ott majd össze csinálják őket. A műsor felvételőt meg és még mindig ver a szívem. Tehát, hogy én irigyem <hállt> őket, hogy ilyen jó erőben vannak. Látod, ők ilyen jó erőben vannak. Ha már utok, borzasztó volt látni azt a, azokat a kis, mini, apró, angol sportkocsikat, amiket Ó, azok látunk. Olyan gyönyörűek, Ez de... az utazó ládát, és úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy igen, csak nem praktikus. Úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy ezt a... egy hatalmas ládát, mint egy matchboxra nem tudom mit felszerelni. Igen. Szóval, és olyan hogy... kicsi az autó, hogy a visszapillantó tükör nem fönt van a szélvédő tetején, hanem alul a műszerfalon. Én konkrétan nem félnék el Nem Kicsomagolja magát az autóból. Igen, úgy kell elképzelni, hogy amikor így behúzza az ajtót, miután belül az autóba, akkor tulajdonképpen az ajtó, az így hóna alatt van, és így ki se kell nyújtózkodnia ahhoz, hogy elérje az oldalsó visszapillantó tükröt, mert az tulajdonképpen egy a könyökénél van, szóval tényleg egy ilyen pici matchbox, de gyönyörű, tényleg gyönyörű. Van nekünk egy, egy a gyilkosság után, Ugye ez a, tart ez a bizonyos előadás, és hát van ott egy közjáték. Igen, oké, azt mondjuk el, hogy az egész Londonban játszódik. Tehát, hogy itt a film elején ott vagyunk, hogy London. Megérkezik egy penem géppel és elhagyja a bőröndét, és az összes bőröndöt, ami ugyanolyan mintás, azt vagy kinyitja és kiborítja véletlenül, vagy zaklatja azokat, akiké. És én már nagyon izgultam, hogy ú, Kalambó Londonba jött? Én nem tudtam, hogy van ilyen rész. Na csak ezért akartam mondani, hogy a nézők az első 10, 15 percben megkapják a londoni feelinget, mert azért ott már mutatják az utcákat, meg, meg a... Hát ki is írják, hogy Heathrow repülőtér, é, tehát hogy elvileg... Igen, meg azt tudjuk, hogy, Jön hogy nap. akkor itt Shakespeare színészek vannak, ugye Shakespeare, a Anglia, Shakespeare-nek a hazája, szóval, hogy megkapjuk a teljes angol érzést. Azt azért megjegyezném, hogy azért kapásból, a kalambon kívül azért két embernek ugyanolyan lila virágmintás bőröngye van, tehát hogy ez valami nagyon népszerű bőröd volt annak idején. Hogy... És azért az a Heathrow-n, értem én, hogy ez a 70-es évek, de hogy képzeljétek el kedves hallgatók, mintha a stúdiói épületnek az egyik kis nem használt szobáját belendeznék egy ilyen csomagkiadó valaminek, én nem is értettem, hogy itt mit látok, akkor ott szenved a kalambó, ott a... Azt raktár és asztalok. Az, a... az őrség az ott szenved, és akkor ugye, ugye a kalámbó bénázik, akkor még nem tudják, hogy hadnagy, az a kiderül, hogy hadnagy, és akkor beközi a, a hiszrón a, a zsaru, hogy ja, hát éppen raktam volna rá a bilincset érted azért, mert keresi a csomagját, mert a nyomorult keresi a csomagját, amit ö, nem találnak. Szóval érthetetlen volt az egész ilyen, ilyen kellemetlen közjáték volt az eleje. Meg az, hogy ennyire, ennyire látványosan bénán nem találják. Tehát, hogy arról szól az egész rész, hogy ott van, nem tudom, vagy öt rendőr a Scotland Yardról, és hogy úristen, nagyon várjuk a Los Angeles-i embert, a Los Angeles-i fő Valami ö, 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 nagy kutya, VIP nagy vendég. Nagy kutya, a VIP, és, akkor ez meg ott a balonkabádba bénázik, és még szinte hallal, hallhatná is a kalámbó, mert tőlökről két méterre beszélgetnek arról, hogy Los Angeles, és így semmi, ő ugyanúgy keresi tovább a bőröndöt. kicsit erőltetett volt és hosszú. Ádám, jól dekodoltad, ugyanis ezt nem a hidrón vették föl, hanem ezt is Kaliforniából vették föl és berendeztek rá. Gondolom, de valóban egy hátsó szobát arra, hogy na, kb. hogy nézhet ki. Bocs, egy kisebb teret nem lehetett volna. <laughs> tehát, hogy a Kalambó annyiszor forgat nagyon szép házakban, nyilván ezeket bérlik, kiveszik, én nem hiszem, hogy ne lehetett volna megoldani. Akár egy kisebb reptéren Ez jogos. olyan be, beállításokkal, ahol most az lehet a hiszró is, tehát, hogy és nem akarok ezen fönnakadni, csak, csak ez valahol, tehát hogy a kimegyek, csinálok egy részt, hogy, hogy Kalambó Londonban van, ez, ez az, nagyjából most oké, van olyan rész, amikor Kalambó egy hajón van, és akkor ottan egyszer hagyja el Amerikát igazából a nézők számára, és akkor ez is ilyen spórolós kicsit? Ezért ment most, ezért ment vissza hétszer. Kastélyba, ha már kifizettük, mutassuk. Egyrészt, másrészt, meg mert nem volt több helyszínre pénz. Úgy tűnik, hogy elment a pénz azzal, hogy egy operatőr meg a kalámbó ide jött. igazad van, és tényleg én sem értem ezt, mert hogy egy csomószor kibérenek egy csomó szép ingatlant, hogy áron nem egyszer, hogy olyan számokat hozott, hogy leesett a hajunk. Én nem tudom, hogy a 70-es években nem repültem nyilván, mert leginkább nem éltem, de nem hiszem, hogy így nézett egy ki a 70-es években egy repülőtéren, vagy akár a hiszről egy csomag kiadó, Tehát, hogy legalább, amit mondasz, hogy tényleg legalább ettek volna egy kisebb, de nézzel legalább úgy ki. De ez csak, tényleg csak egy hátsó szoba volt. Egy pillanatra álljunk meg, és értelmezzük ezt a helyzetet. Tehát, hogy a Los Angeles-i rendőrség Kalambót küldi ki, a Scotland Yardhoz, hogy tanulmányozza a Scotland Yardnak a új módszereit. Tehát a Los Angeles-i rendőrségben már nagy becsben van tartva, ami szeretve tisztelt Kalambó hadnagyunk. Tehát ugye ezt azért most már eljutottunk ideig a második évadra, hogy, hogy mindenki fölismerte a Los Angeles-be valószínűleg, hogy ez egy zseni. Neked ebből ez jött le, nekem pont az volt a fura, hogy, hogy pont őt küldik, aki a leg, érdekesebb, meg legdurvább ügyeket a oldja meg, és akkor kiküldik ide, szóval... Hát de ez nem megtiszteltetés, hát persze, hogy a leg, egy, egyik legjobbat küldik. Mégis hát... is meg volt a londoni városnézés, mi is láttuk elég sok képen keresztül. De ennek lesz, lehet egy másik oldala is, ez a hogyan szúrjunk ki a londoni kollégákkal, <laughs> vagy úristen, kit, kit tudunk nélkül, az jó, a, 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 és akkor Kalámba a háttérben, a Csetli Botlik, ja, mondja a századosan. Gyerekek, most már kapás, egy csomó verzió van, tök jó. De nem így van, nyilván arról van szó tényleg, hiszen már egy korábbi részekből is megtudtuk hogy igen, a Kalambó szava a századosának számít, ha ő azt mondja, hogy semmi bizonyítékom nincs, de a bőrömön érzem, és, és, fogok találni rá valamit, akkor megbíznak benne. Tehát ebből jön ez a falszöveg, hogy már, szó, már igen, leszólt már a főnököm, hogy ne zaklassam, mindig azt mondják neki, hogy ne, de, de hát ha, ha valaki el akarja intéztetni, ugye volt ilyen rész, hogy el akarja intéztetni, hogy leszállja az ügyről, akkor bizony még jobban rá kell másznod. Mondjuk el a nézőknek, hogy ugye Kalambó hogy kerül egyáltalán bele a gyilkosságba, mert ugye ő nem nem azért jött, hogy nyomozzon, hanem azért, hogy kölbevigyék, tanulmányozza, és hát, mint kiderül a dörk felügyelőnek, a feleségének a nagybátyja volt, ez a Sir Roger nevű á, a producerek, ugye meghalt, és ő, ők csak beugrottak, mert ugye Dörköt is, meg Kalámbót is rengetegszer a felesége ugye utasítja, hogy ezt csináld, azt csináld, egy ilyen közös pont, hogy legyen egy kis közös pont, és hogy csak azért ment, hogy részvételt nyilvánítson a maga és a felesége nevében, mert ugye elvileg itt csak egy baleset történt, ugye az öreg le le leficánkolta a lépcsőn, és hát nem élte túl. És akkor, de hát ha már itt van nyomozó, akkor hadd nagy, akkor nyugodtan nézzen körbe, és ugye Kalambó elkezdje a klasszikus ö, szimatolásait, belekült mindenbe. Szerintem minden ott volt be. egy poén, ami nem jött le. Amikor megérkeznek, akkor ugye találkoznak ezzel a komornyikkal, akit már sokat emlegettünk, és ö, illetve előtte, bocsánat, előtte kor korábban találkoznak a, ott egy rendőrrel, akit a Scotland járdos csávó hív őrmesternek, de közben amúgy rendőr lesz, mondja neki, mindegy. És. Ö, ott ő elkezd beszélni, és látszik, hogy hát valószínűleg ez a közrendőr nem a legélesebb kés a fiókba, valószínűleg elég csúnyán is beszél, és a Kalambó, ahogy ott hallgatják, amit mond, a Kalambó oda súg a Scotland embernek, hogy mit is mondott. Tehát valószínűleg nem érti. Tehát nem, nem értette azt az akcentust a, a, az angol Ugye más angolt beszélnek, és ezért hát, nem beszélnek. A... Meg meg, hát London, most ki tudja, Londonnak olyan részéről érkezik, akkor már annyira, ott, ott van sok akcentus Londonban nem beszélve manapság már ugye a bevándorlás, de, 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 akkoriban is, tehát hogy én szerintem ott valójában az történt, hogy ő nem értette, hogy mit mond a csávó, és azért kérdezte meg a, a Scotland járdos kollégát. Ez, hogy... ez jó, hogy mondod, ezt legközelebb erre jobban kéne figyelni az ilyen jelentetnél, valószínűleg kaknit, vagy valami ilyesmit beszélt, tehát, amit tényleg nem lehet érteni, mi se értjük, hiába tudunk angolul. De akkor itt hadd, hadd jegyezzem meg, hogy tele volt a rész egyébként rengeteg ilyen poénnal, nem csak azzal, hogy a kalambot csetlik-botlik, vagy akár, akár ez a, a jelenet, de az is, amikor a, a, ennek a konstábelnek, hogy behozzak egy ilyen fogalmat, mert valószínűleg a közrendőr volt, jön egyszer csak három percet később jön a csaj, és hozza a kis sörikét, hogy ja ja akkor barna, barna sört. sört, hát természetesen barna sört, és ilyen poénokkal azért tele volt a, a, a film végig ugye ez a 70-es években játszott, ekkor még nem volt ugye Rowan Atkinson által megalapított, megalakított Mr. Bean, de csomószor, hogy Kalambó csetlet botlott bénázott az utcán, benne volt ez az angol feeling az egészben, és tényleg úgy az jutott eszem, hogy mintha Mr. Bean lenne, nyilván nem. nem. El, figyelj, Mr. Bean mindig rossz Meg indulatú. Én már beleképzelem ezt valószínűleg. Igen ajtó, de esetre Kalambó már elkezdte rögtön a gyanakodást, hogy hát itt szerinte nem az történt, mert minek keltő fő egyáltalán a könyvet, nem így tesszük le, a szemüvege hol volt, az, 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 az ha leesett, össze kellett volna törőnöm, amúgy ezt a vonalat tökre el, utána nem beszéltek. Tehát ő benne már, ő már elültette a saját kis fejében, hogy itt bizony nem az van, ami, ami látszik. Igen, és nekem itt van egy fő problémám magával a forgatókönyvvel. Azt már megszoktam, hogy Kalambó Ráncolja a homlokát, és így a, a fejbúbját fakarásza, és így tetszet, -e -e cöccög, hogyha valami így nem, nem, tehát így nem adja ki valami, akkor így így hűmög és cöcög, és, és, és csinálja a kis dolgait. De egy dolog egyáltalán nem volt megmagyarázva, hogy miért terülődött a gyanúja a két színészre. Tehát ez nem volt benne. Nekem legalábbis sehol nem volt benne. Ugye én később még több olyan logikai bukfencet fogok mondani, ami miatt szintén nem értem. Én a többit elfogadtam, ez erre se egy, egy fikkarci utalás nem volt, hogy miért lett gyanús számára a, a két színész. Itt, itt sokkal inkább ez a rész, sokkal inkább ö, arról szólt, hogy belerakjanak ö, ilyen tipikus, tényleg ilyen angol vicces jeleneteket, mint amikor beülnek ebbe a bizonyos klubba, ugye meghívják a te a délutánra, úgyhogy szegény Kálamba még gondolkod és úristen, vagy kap két kekszet, meg egy tehát azt ehhez képest, ugye, terüteri terü azt És ott is egy tök vicces jelenet volt, hogy megint ugye a, a vagy boncmester, hogy ők hívják. Kálamba ugye el enne mindenféle csodálatos dolgot, ezek meg ott elkezdenek beszélni a boncolásról, tehát a mutatják a, fotót. a fotókat mutogatják. és szegény Kálambúj próbálja hogy elsegetni, hogy én ezt nem akarom, hagyjatok enni, és szerencsétek a végén elmegy az étvágya, tehát hogy ezek tök jó jelenetek, csak nem jutottunk közele magához a, 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 gyilkosságnak, a megoldásához. Na és igazából nekem ezért nincs bajom a magával a része, még azzal sem, si, hogy túl hosszú volt, én így erről ezen. Szóval egyszerűen jó, 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 voltak ezek a, ezek a Én a kalambú volt játszó színész, bírom. Szóval nekem ezért nem volt fájdalmasan hosszú ez a rész. El tudom képzelni azt, hogy, hogy másnak ez pont ezek miatt, a, a túl sok filler jelenet miatt volt egy kicsit unalmas és lassú és vontatott a rész nézése. Nem lehet, hogy akkor terelődött a Kalambó gyanúja a színészházas párra, és ebben mondjuk el is tér ez a rész a többitől, ahol nekem meggyőződésem, hogy már kb. az első perctől mindig tudja, vagy sejti, hogy ki lehet, hogy gyilkos, amikor az Esernyő sztori van ott a színháznak a portásával, aki elmondja, hogy ellopták az esernyőt, és éppen mondta a frame-nek, és a, hogy itt volt a Mr. vagy Lord Frame, vagy ki ez? Igen, Nick Frame. Tehát, hogy én, Igen. Én, én azt gondolom, hogy ott ott valamilyen olyan logikai dolog, tehát az eső, hogy esette, nem esett. Szóval én azt gondolom, hogy... Ezt akarták elhitetni, mert tényleg így is jött, hogy ő neki akkor jött ez a felismerés, hogy akkor utána kell menni ennek a dolognak, de én nem értem a miértjét. Tehát, hogy miért pont ő? Most azért, mert ott volt, tehát, hogy... Azért, mert ott közben kiderült számára, hogy itt ugye ott van is egy, hát nem veszekedés, de ott azért kitelegeti a kalambó a, a premier partin, hogy valami szerelmi szál le, lehetett itt a háttérben, ő mondjuk nem így fogalmaz, amire a Nick azt mondja, hogy ott nem, ez nem igaz, kalambó, hadd nagy, és akkor aztán kibékülnek. Igen, Igen. van egy olyan jelenet is, amikor, amikor a, a férfi meg a nő, tehát a két ö, színész házaspár, hogy kettő találkozik Kalambóval, mitkettő beszélget a Kalambó, és egy ponton a Kalambó meg is jegyzi, hogy ő ismer sok házas párt. Ezek néha ugyanazt gondolják, néha más gondolnak, néha vitatkoznak, de olyan, még soha nem találkozott, hogy szinte szó szerint ugyanazt mondja a férfi is, meg a nő. Ő. a kifejezések is ugyanazok. Tehát, hogy például ez is egy olyan, amivel minket, nézőket, el akarják hitetni, hogy na itt terülődött rá a, a gyanú de őszintén szóval nekem ez, nekem ez, kevés. Dramaturgailag érzem kevésnek. Nekem még ez mindig hihetőbb, mint az ernyős sztori, mert hogy olyan, mintha betanultak volna egy szerepet, de nyilván kevés önmagában. Én azt gondolom, hogy a Kalambor részekben sokszor kevés, de az elég általában, ami itt is történik, hogy elmennek a kastélyba, és ott találják a színés, színészházas párt amikor a könyvet keresi. Tehát hogy az, hogy visszamegy, az egy ilyen ö, talán közhelyes ilyen örök igazság is az ilyen krimikben, hogy ugye... A gyilkos visszamegy a tett helyszínére. Az indítékot még ha nem is látja, úgy gondolja, hogy azt azért nem látja, mert hogy még nem Nem ismeri a, a kép. Igen, igen, igen. Alapvetően hihető, és akár amúgy én Nekem az is oké, ha a Kalambó alapigasságaként fogjuk azt föl. ez ugyanaz, mint akit az elején látunk, elkezdünk látni, azt tudjuk, hogy vagy az áldozatot látjuk, amikor elindul a rész, vagy a gyilkost látjuk. Szóval, hogy. Ha, ha jól emlékszem, a, a, onnan lehetett tudni sok idézőjelben a Walker a Texasi című filmben, hogy ki a jófiú, meg meg a rossz fiú, mert azt hiszem a jó fiúk formán jártak, a rossz fiúk, meg mit tudom én, mivel szóval. hogy Kicsit hát ez nem nem így tudtam, el lehet ez fogadni. Jó. Vagy, a, vagy az a, a piros lézer, a gonoszoké, a, a kék lézer, meg a jókét. Tehát, hogy körülbelül. Ja, ez... így, 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 igen, igen, tényleg, tényleg. Segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, hogy milyen könyvről beszéltek, hogy itt a, gyilkos, a gyilkosaink nem csak, hogy megrendezték ezt a leesést, mindent megcsináltak, hanem utána rájön, ugye amikor meghallották, hogy boncolás történik, és gyilkosság gyilkosság gondolat és felmerült a rendőrségben, akkor azt gondolták, hogy akkor kitalálják azt, hogy ott egy betöréses gyilkosság volt, tehát akkor nem leesett, és akkor ez a Nikolász kitalált egy mesét, hogy nemrégiben régiben egy megbesz könyvet Sir Rogernek, ami tele volt egy legendás színész Sir Harry Edwin jegyzeteivel, és hogy ez a könyv, ha nincs meg, hát lehet, hogy ezt lopták el, mert hogy ez a könyv megér vagy 20-30 ezer fontot. Aztán később többször látjuk azt, hogy itt az esernyővel van egyfajta kavarás, hogy rossz esernyő lett elvíve a panoptikumba, de az a lényeg, hogy itt az esernyőt cserélgetik, és ugye Kalambó rájön arra, hogy a panoptikumban rossz esernyőnek kell lennie, viszont mikor bemennek és meglátják, hogy ott az esernyő, akkor a, és az a igazi esernyő, akkor uh, rájön, hogy uh, itt valami nem stimmel, mert ez nem, ez nem történhet meg. És ebben a pillanatban a komornyikunk is rájön arra, hogy ki volt a gyilkos, vagy kik voltak a gyilkosok, és el is hallgatja Kerámból elől azt, hogy. Uh, kik jártak előtte a házba, most legyen elég ennyi, ennek kb. ennyi is a jelentősége, és aztán elmegy és megzsarolja tulajdonképpen a színészházas párt, akik úgy tesznek, mintha belemennek, de később aztán meggyilkolják, és öngyilkosságnak állítják be ezt a komornyiknak a halálát, úgy ugye lopt, lopott könyveket, nagyértékű könyveket a, a, gazdájától, és ezért megölte, és aztán megfölakasztotta magát. Tehát ez, ez a nagy kép, amit így látunk, és hát a dörgfelügyelő is így gondolja egyébként. Én ezt ezt szeretnék kitérni még erre a pillanatra, ugye ez az ernyő körüli kavarás, ezt ugye tudni kell, hogy ez azért annyira fontos ez az ernyő, mert hogy ezt az ernyőt Lady kapta, és erről mindenki tudja, hogy Londonban, és ez egy feliratos csoda ernyő, és ugye a, ez a bizonyos portás, az a fenvik, aki véletlenül ezt az ernyőt vitte el a, a, a szobából, ez neki fel se tűnik, és Nikolász ezért megy Fenwick után egy bizonyos kocsmába, hogy ezt az ernyőt megszerezze. És nem is az a lényeg, bemennek ebbe a kocsmába, és dárcoznak és én, én, szoktam nézni a dárcot, és nagyon érdekes volt, mert ugye a Nikolás, a gyabi főhősünk, a színész, odáll, hogy ő majd most dobni fog, mert ő mekkora király, és dob egyet, és ha há, milyen jó dobtam, és dob egy kilences. Na most egy darab kilences, az nagyon kevés. És akkor nem rossz dobás, ugye? Majd ugye dob még kettőt, mert a hármat dobnak a dárcban, tehát ha jól láttam, összesen 44-et dobott maximum, ami nem valami jó. Majd utána jön a Fenwick, akinek azt mondja, hogy ha eltalálja, akkor fizetek önnek valamennyit. Na most Fenwick már kicsit. 5 be... fontot. fontot. kicsit már be van bruttósítva. Na most kezd, egy, kezd kapásból egy tripla 20-szal, amivel a profik szoktak, majd utána egy 25-tel, illetve egy 14-esre, azaz 99-et dob. Nem lehet, hogy ez poén? Szándékolt poén? Valószínűleg igen, csak hogy, hogy, nagyon szépet dobott egyébként a Fenwick ahhoz képest, hogy ő elvileg nem tud dárcozni, és kicsit be is volt nyomva. Ja, és a kedves hallgatók, van egy temetése ennek, meg se halt, még kise se hűlt a holtteste szegénysző Rogernek már fölravatalozzák a... Hát a színházban, azon a, azon a napon, amikor a premier lesz. Igen, és fotósok hada, bele az arcukba, még az egyik fotós is, amikor a nő, hát ugye színjátszásból, már mint hogy ugye tudjuk, hogy nem valós, mert ő a gyilkos, de úgy ráborul, ráborul a, a koporsóra, és a zokog, és Jaj, minden, és a volt. fotósok, maradjanak így, uraim, mondják a fotósok. Hát szóval ez nonszenz, Folyik tehát, a könny hogy... a szemedből, maradj így. <laughs> Végig visszatérve erre, erre a tanerre, erre a komornyikra, engem itt megmondom, őszintén megvezettek egy picit. Mert ő, őt ugye úgy definiálták, vagy úgy mutatták be, hogy ő húsz éve szolgálja ugye ezt a bizonyos Sir roger és nekem én azt gondoltam, Tehát hogy... 60 a, éves kora hogy óta. Amiko, hogy amikor én azt gondoltam, hogy amikor oda ment ehhez a házaspároz úgy kvázi megzsarolni, akkor én azt gondoltam, hogy ő törbe akarja csalni őket azzal, hogy kicsikarja a vallomást. Én nem gondoltam volna azt. Nem úgy ő... tűnt. Figyelj, a ponta nagyon miatt, a miatt, hogy előtte nem mondta el, tehát hogy ott teljesen egyértelművé vált, hogy a színészházas pár gyilkos Igen, a csak és ugye az és szokott el. kavarni a háttérben. Ja, hogy, ja, ahogy beszervezte. Uh -huh. Igen, hogy beszervezte vajon, és mert azért gondoltam ezt, mert hogy nagyon nehezen tudtam elhinni azt, hogy, hogy aki húsz évig szolgálta a munkaadóját, azt úgy, így halállazán elárulja, hogy a gyilkosainak fog ezentúl akkor parádézni. és én hülyének is tartottam először a Nikolaszikat, hogy ők ezt elhitték. Hát aztán kiderült, hogy én Viszont ez azt jelenti, hogy te menet közben nem nézted, hogy hol tart a rész, mert hogyha valóban az utolsó öt percnél járunk, akkor az van, amit mondasz, hogy Kalamból lebeszélte a komornyikkal, hogy verje át őket. De itt csak a három, mit három vagy két tartottunk. Három, nem Time Na jó, ezért és akkor a két harmadánál meg lehet tudni, hogy ja, hát akkor itt, ha megzsarolja, ó, barátom, lehet, hogy neki vége lesz. Ebben a részben gyak folyamatosan az történik amúgy, hogy Kálámbónak van ez a sejtése már régóta, de a gyilkosok folyamatosan előtte járnak mindig egy gondolattal. Mert hogy ugye az ernyővel sosem találja meg Kálámbó az ernyőt, akkor, akkor, ugye hirtelen ezt a tanárt, akkor mint kiderül, saját magát buktatja le, vagy gyakorlatilag ez a mornyik, akkor őt is megölik, akkor ráterelik a gyanút. Oké, okay, nem hiszi el, de ettől függetlenül mindig csak úgy kapkod utánuk, mert mindig jön egy újabb esemény, ami, ami egyre távolabb nyomja őt az üttől, illetve vannak a megoldásától. Ugye olyannyira, hogy ebbe, hogy a panoptikumban, amikor ugye bemennek, akkor be is szólnak szegény Kalambónak, mert hogy ö, ugye oda hívott mindenkit hogy na most bejövünk ide akkor a panoptikum raktárába, mert hogy itt van az az ernyő aminek nem kellene itt lenni, és erre kiderül, hogy már a jó ernyő van ott, mert ők már ugye kicserélték beslisszoltak be, be mindegy és azt mondja neki ez az angol, nem tudjátok ti sem a nevét, én tudom, a Dirk főfelügyelő, azt mondja neki, hogy semmi gond Kalámból, nagyon szórakoztató nézni, hogy hogy dolgoznak az amerikai kollégák. Ugye ez a felsülésre mondja. <laughs> és ott azért ez nagyon cinkes volt. És annak a kontextusában még inkább ciki ez Kalambóra nézve, hogy amikor ott a reptérem megérkeznek, megérkezik, és keresi a bőröndjét, és kiderül, hogy ő a nagy VIP vendég, akit várnak, akkor ő tényleg olyan értelemben úgy várják, hogy a csávó is elnézést kérek, hívott a feleségem, izé, haláleset, izé, elnézést, uram, izé. tehát hogy, hogy azért nyalják Kalábónak a, a jenki popsiát elég erőteljesen, a magyar származású állítólag jenki popsiát, ehhez képest nagyon lesajnáló, és valójában meg tökre igaza volt, és valójában azért de biztos hogy nem a brit turisztikai hivatal fizette ezt a részt. Valójában az a konklúzió, hogyha Kalambó nem akkor jön oda a Scotland gyárthoz, akkor ez a gyilkosság megoldatlan marad, és két gyilkos egyébként szabadlábon éli az életét gazdagon, megbecsülten köztiszteletben állva, hiszen viszonylag a sztárok ott. Tehát, hát, ha így euh... nézzük, akkor Kalambó ölte meg a komornyikot. Miatta kellett meghalnia. <laughs> Mert Kalambó kezdte el hogy egy van, és a komornyik ugye ezért folyt be. A nem, nem előtte, már volt egy, nem, előtte már volt egy dinamikai váltás, ugyanis ekkor valóban lesajnálja a, a, a Scotland Yard vezetője, de utána van az a jelenet, amikor mutogatják neki a fotót a Gentleman's Clubban, és ott mondja a boncmester, vagy hát, hogy a boncolást végző orvos, hogy hát őt bizony megölték, és akkor megint visszafordul az Scotland Yard, és akkor már elhiszi, hogy a Kalambónak a megérzése az jó volt. Tehát, hogy igen, volt egy ilyen dinamika, de nem, nem, nem kedves hallgatóink, nem Kalambó ölte meg a komornyikot. Nem, nem úgy értem, hogy szó szerint hanem hogyha Kalambó talán nem, ugye nem jön ide, amit Ádám mondott, akkor valószínűleg ők szabadon maradnak, mert senkinek nem jut eszébe azon gondolkodni, hogy egy gyilkosság történt, és elkezdenek nyomozni, és akkor nem történik ez. Nyilván ezt nem, nem szó szerint komolyan gondoltam, ez csak egy. Mindenesetre az a gond, egészít, igen. Próbált lenni, nem mindenesetre az a gond egyes. az egésszel, hogy nincs nagyon konkrét bizonyíték a Kalámbónak, állandóan van ez az érzésünk, hogy ő tudja, el akarja kapni, kisliszoltak a kezei közül. Kapar utánuk. Sőt, a vége felé ugye látja az újságban, hogy a komornyik felakasztotta magát, és ott van az újságban, hogy azért akasztotta fel magát, mert ő közben lopotta előző munkaodójától, és hogy 200 ezer fontnyi értékű könyvet ö, találtak a, az ők is házában, de hát Kalambó ezt se hiszi el, de már vinnék ki a reptérre, és ő mondja, hogy ne, 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 ő, ő, neki még dolga van, mert ő, még... És akkor már tudjuk, hogy ő be akarja bizonyítani, hogy kik a gyilkosok. Jó, menjünk rá a végére. Hogy történik a bizonyítás? Tulajdonképpen Kalambos csal. Mint mindig. Há, nem, nem, nem. Ez a második olyan, amikor, amikor kifejezetten átveri a, a, a két gyilkost, olyannyira, hogy mo most először be is vallja a rendőrnek. Ha van olyan, aki esetleg emlékszik rá, egy korábbi részben már volt ilyen, hogy, hogy csalt, a kalambó, de akkor ott csak somolykásan, hamiskásan mosolygott, somolygott a bajszalat, és nem mondta el nekünk nézőknek, vagy a, vagy a másik szereplőnek, hogy igen, ő, ő egy ő, ő csalt, és igazából nem volt meg a, a bizonyíték, hanem arra játszott rá, hogy összeomlik a gyilkos, vagy összeomlanak a gyilkosok, de most először ezt ki is mondja. Ugye az volt az elmélete Kalambónak, hogy amikor az esernyőt ugye használják, akkor valaki bejön, azt letámasztja a falhoz úgy, hogy az száradjon, és hát előfordulhat óhatatlanul, hogy bármi ebbe az esernyőbe, hogy ezt nem zárják össze, hanem ugye nyitva hagyják féli meddig, hogy abba belehullhat bármiként, a sajátjába bele is hamuzik ezt szemléltetve. És korábban a Premier Partin kiderül, hogy a nőnek a nyaklánca, ilyen gyöngyökből álló nyaklánca ö, szétjött, és mindenfele szétgurulta. Mert Kalambó talált is egy ilyen darabot ott azon a partin, és ugye a nő mondta is, hogy igen, az az én nyakláncom volt, mert kicsit bajhéztünk a férjemmel, aki egyébként nem a férje volt, hanem az áldozat. Oké, okay, bocs, itt, itt egy hadzárója lett, szóval az a jelenet, amikor itt elmesélik, hogy ők összebalhéztak, és a férfi egyébként csak megütötte a nőt, de ez minden családban, el... tehát azért ezt itt, itt tűk, hogy ez a rész nagyon rosszul öregedett, tehát ez nagyon-nagyon cringe volt ez a jelenlet, hogy, hogy ez így a 70-es években beleheletet rakni egy filmbe, hogy így a férj a nőt konkrétan megüti, de semmi, ez csak cívó... És tök cívo, természetes volt. Igen, is. tehát hogy kicsit, kicsit megszaladt, hát Istenem, Fú, hát most két... Jelent, értem, értem, értem. Hallgatok, csak, hogy értsék. tehát hárman beszélgetnek a férj, a feleség, tehát a két gyilkos és a kalambó, és erről a témáról beszélgetnek, és előadják, mint színészek, hogy ja, hát persze lepofosztam, így odavertem, úgy odavertem, ez teljes komolysággal. De, de szeretik egymást, hát ölelik egymást, hát mosolyog Utána kalambóra. Igen, de aztán fölfették ezt. Hú, persze, gyerekek. Ilyen. Na mindegy, bocsánat, itt vagyunk a végén, elnézést. De igen, igazad van. Tehát ez még viccnek is rossz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy emlékszem, amikor a nagy sikerű, Bátrak Földje című RTLS Telenovellát bemutatták, annak a sajtó vetítésére hivatalos voltam én is, és az egészből csak az marad meg, hogy a kb. a tizedik percben a csőregábor, által játszott színész vagy karakter azt mondja, hogy Haha, persze, hát asszony verve jó. Istenem, <laughs> annyira, <laughs> tényleg annyira. Ah, ah. Ugye? Ah, igen. Igen. Na igen. Kalambó azt gondolja, hogy egy ilyen nyitott ernyőbe bármi belehullhat, és többek között például az a bizonyos nyakláncnak egy gyöngyszeme is belehullhatott abba az ernyőbe, és mi lenne, ha megnéznénk? mert ugye az ott volt a panoptikumban az az ernyő, ugye felakasztva a szegély Sir a bábujára, mint ahogy hordaná, és hát, hát, nézzük meg, és ugye ezek elkezdenek izzadni, hebegni, habogni, stb., és hát miért ne lenne benne, és ugye volt, ott volt egy ilyen kis krákogás a kalambótól, minden, amit akkor még nem értettünk, de hogy nem, hogy mi történik, majd akkor szépen ugye leemelik az ernyőt, szép lassan kinyitják, és kigurul belőle az az egy szem kis gyöngyszem darabka, és hát innentől fogva a férje teljesen bekattan, a nő az elkezd bőgni, meg hogy csak átvertek minket, meg odarakták, meg izé, de hát, baleset volt. nem akartuk megölni, stb. Tehát le, gyakorlatilag lebuktatták önmagukat, és ugye ezután jön az a bizonyos rész, amit Áron mondott, hogy Kalambó a Dörtnek azért beismeri, hogy hát ez csak egy trükk volt, mert amíg én itten kicsit krahácsoltam és elfordultam, addig tökéletesen bele tudtam pöckölni abba az esernyőbe. Be ezt a gyöngyöt, ahogy utána prezentálva neki asszam, abba a szamaba kehelybe pöcköli a következő gyöngyöt, hogy milyen jól tud célozni. Most nekem itt egyetlen dolog, ami engem nagyon zavart ebben, hogy ezt bárki elhitte azt, hogy ez a gyöngy ezt, ezt az esernyőt cipelte a Fenwick napokon keresztül és hogy egyszer se esett ki belőle, tehát napok óta benne van ez a rohadt gyöngy nem áll. Igen. Joga van hallgatni, bármi, amit mond, felhasználható ellen, ön ellen. Tehát, hogy ezt azért mondják, mert hogy a csomószor így, tehát hogy a Kalambul, már ezt többször beszéltük, a Kalambónak az a lényeg, hogy nagyon sokszor vádemelésig eljusson, és ott az ügyészek ezt bizonyítsák, vagy, vagy bármi, ha nincs beismerő vallomás, akkor kb. lehetetlen, mert néha ezért nagyon rezeg a rész, de hát mi, ugye, mivel addig a pontig látjuk, hogy hogy addigra már annyira összekavarodtak a szálak, és annyi minden történés volt, hogy abban a pillanatban, hát én is azt hinném, kb. mindenki azt hinné szerintem, abban a pillanatban. Nem, nem tudnák, hogy ez hogyan lehetséges, de hát látom, hogy ott van, érted? Igen, és ők tudják, hogy ők tényleg ott voltak. De valójában arról van szó, hogy Kalambó ide, Kalambó oda, ha ott ő, ők elszínészkedik, hogy nem tudunk semmiről, akkor valójában nem történt volna semmi, mert ugye hát ezt bizonyítéken nyilván nem lehet felhasználni. De akkor Kalambó rész sem lett volna, így viszont kaptunk egy, egy, egy 96 perces rész. Szerintetek akkor tehát túl hosszú volt, és, és az elején mondtad, Ádám, hogy neked nem is annyira tetszett, vagy legalábbis utaltál erre? ez azok között a részek között van a Kalambóban, amit én nem igazán szeretek. Már a címe is olyan visszataszító, panoptikum, milyen nagyon csúnya szó. Csúnyán néz ki leírva, csúnya kimondani, és olyan, olyan mint egy tényleg egy ilyen nagyon, mint egy káronkodás, mint a legrosszabb káronkodás. De valóban az van, hogy, hogy ez nem a megszokott. Lesznek, lesz még pár rész majd a Kalambóban, amikor el fogom azt mondani, hogy ez nem a megszokott Kalambó volt, és ez nekem annyira nem tetszett. Szeretem azért a kísérletezést, meg van, hogy a Kalambó is számomra is jól feszeketi majd később a határ. De ez olyan határ volt, amit nagyon átléptek számomra. Értem én, hogy fizikailag nem Londonba forgott, de ez egy Londonba forgott rész, engem zavart az a köd, az a nyomasztó, az a, az a Margaret Thatcher hangulat, szóval, hogy én azért, szeretem, azért is szeretem a Kalambot, mert Kalifornia gazdagok, jó, oké, okay, itt is gazdagok voltak, de Kalifornia gazdagság, napsütés, Amerika, az a 70-es évek Amerikája. Itt most a 70-es évek Angliáját kaptuk, ami hát szóval számomra innen nézve sem annyira kívánatos. Érdekes volt, igen, a hangulat. Hangulata nézni ezeket a felvételeket a 70-es évek Angliájából. Azon túl, hogy iszonyú hosszú rész, a két főszereplő nekem borzalmasan antipatikus volt. Tehát a maga a karakter és a színészek játéka, tehát túljátszották. És, és, éreztem azt is, hogy, hogy, a, hogy a szinkron sem tudott velük igazán mit kezdeni. Tehát szegény Kovács is szenvedett velük, Gera Zoltán is pedig két kiváló színészről ripacskodtak, van szó. végig ripacskodtak. Nagyon, igen, igen, nagyon ripacs volt, és, és, szegényeket hallottam, ahogy küzdöttek, próbálták ezt valahogy, de minden, tehát nekik minden egyes megmoz, megmozdulásuk, megszólalások egy dráma és Shakespeare jelenet volt. Mert amikor a színpadi jelenetek voltak, akkor láthattuk, oké, okay, legyen ott, tényleg meghalunk, jön a tör, stb. De hogy amikor ott állunk az utcán, akkor is úgy ez a, és folyamatosan ezt kaptam, és én ettől agyérgörcsöt kaptam, és mindez közben úgy, hogy a többi, bocsánat, a többi angol szereplő, vagy angol színész, viszont nekem tökre szimpatikus volt, mert benne volt ez az angol lordi. Tehát azok tök jók voltak, az adta azt az angol feelinget. Nem lehetett az, hogy ez egy írói szándék volt, vagy rendezői szándék, még inkább? Hogy... Én elhiszem, de attól még nekem nem tetszett. Ez, ez oké, okay, értem, nekem se tetszett, de hogy legyen egy kontraszt, a nagyon világi, harsány színészek. A... Csetlő, Botló, Kalambó, és az, össz, az angolok, akik vulkániaként viselkednek a Star Trekből. Ha ez volt a cél, akkor sikerült. Mert akkor rohadtul átjött. Mert ez a két ember, vá! Én egyetértek veled, a két főszereplő gyilkos színészünk, az borzasztó volt szerintem is. Peter Falk azt mondta utólag, hogy ő nem szereti ezt a részt. Mert nagyon gicsesnek találja a részt. Én azt hiszem, nincsenek róla információim, de én azt hiszem, hogy például ennek a két színésznek a játékára gondol, hogy ez most mennyire az ő hibájuk, vagy a rendezői koncepció hibája, ezt ez, ez nem tudjuk. Én szerintem a rendezői koncepció hibája abból is látszik, hogy tele rakták ilyen nagyon kényelmetlen fillerekkel, de mivel csak egy perc van már az adásidőnkből, ezért nagyon gyorsan indoklás nélkül kérlek pontozzuk ezt a részt. Én kalambóként elég jól most az újranézésem miatt hatosra értékelem, de krimiként hármasra. Ó, Gergő? Kalambó 4, krimi 3. Nagyon szörös szívűek vagytok, nekem kalambóként ez simán hozza a tök, tök jó átlagot, úgyhogy én hatosra adom. Krimiként öt és fél, nem, öt, krimiként egyet mondta ebben a részben is, hogy egy pillanat, csak, csak még egy kérdés. Tehát itt most húzunk egy strigulát. Akkor be reklámozott minket azért, ez kedves tőle. <laughs> <laughs> Úgyhogy így a műsor végén nem maradt más hátra, mint hogy figyelmetekbe ajánljam, hogy a következő kérdésünket június 24-én tesszük fel, akkor majd a Requiem egy hulló csillagért című részt beszéljük ki, amelyben az egykoron ünnepelt díva úgy dönt, nincs más megoldás, mint meggyilkolni zsarolóját. Kubatovics Áron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne ez a formát formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Dígy külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. A kreatív producer Borvátádám Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.